Sziasztok, Tüsi vagyok, és ez pedig az Omahás videósorozatunk 7. része, és még mindig Gábor hengyeiből válogatunk, és természetesen itt van velem ő is. Sziasztok! És kezdjük is! Nézzük akkor az első hendünket. Igazából ezt az első, ugye, amit látszik, hogy single seated Aspiron van. Nem csak titkol belőle, ezzel most klimpelek, és ezt a partit azért vettem be, hogy itt ezt az UTG limp szituáció miatt. Hát nem nyilván mondta az a terv, hogy esetlegesen azért limpelünk, hogy bármiféle emelésre vissza tudjunk emelni. Ugye ezt már beszéltük többször is. Igen, igen, igen. Nézzük akkor ezt a partit. Mindjárt kapunk egy emelést, és ugye arra jön egy 3-bet, ami úgy gondolom, hogy nekünk azért ez elég jó szituáció. Egy call, dobás, és akkor ugye itt egyértelmű, hogy visszaemelünk. Hát ráadásul a 77 per 22 emelt, szóval tökéletes. Igen, hát igen. Hát, mármint 3 betelt. Igen. Reflop meg 75 a per 40, 30. Nem, a 40. Jaj, bocsánat, igen, a 44 per másikat. 27-es. 3 betelt, a 75 per 36-as, igen. Hát minden, ő is elég agresszív, úgyhogy... Igen, de ugye, hogy kaptunk egy kót, ez még abban még többet be tudunk pakolni. És igazából a szituáció meg teljesen jó lesz, mert heads-up maradunk az emberünkkel. De ugye, akkor szerinted is azt mondod, hogy ez egy tipikus limprézes szituáció. Persze, ez abszolút. És igazából ennek ez a lényege, hogy be tudjuk így pakolni. Hát UTG-ből ezt én szeretem így. Már volt pár hand, amikor nem úgy volt, ahogy láttam, de a legtöbb esetben UTG-ből szerintem tökéletes a limpréz ezzel alappal. Sőt, ez egy elég erős ászpár. Úgyhogy természetesen itt bepakoljuk. Be is tettük. Hát most Max ugye királypár van az... De ne, szerintem ugyanúgy ászpár van nála is. Ászpár van nála. Persze. És sikeres. Hát, és sikeresen. De a jobbik vége van. De hát ugye valamennyivel jobbak voltunk, hiszen a 9-6 jobban kapcsolódik, mint a 7-3. Nála is egy cím volt, nálad is, tehát ennyi ugye annyi, hogy floppon még a 8-as segít rajtad, plusz a színek, hanem akkor meg split, tehát teljesen rendben volt ez. Teljesen standard szituáció, hogy a persze, két persze. Ászpár beteszi. Hát neked jobb ászpárod volt, de jó, tehát nem sokkal jobb, de jobb. Aztán ennyi. Jó. Mit mutat erre például, tök kíváncsiak a százalék, hogy preflop mit mutat erre? Tudom neked. Többet mutat a ugye neked. Láncsik azt mondja, hogy a preflop 50-50-ben vagyunk, floppon nekem van 66-om, törnön 51-en van. Ezt mutatja. Törnön 51. Látszik a képen. Látom, csak nem akarom elhinni. Várj, visszahozom az asztalt. Várj. Oké. Okay. Ja, mert hogy van egy hetese? Ja, hogy segít rajta a hetes, meg a hármas. De rajtad meg az összes szín. Na mindegy, lényegtelen. De egy nagyon-nagyon picit jobb lapod van, hiszen a 9-6-ból lehet sor, a 7-3-ból is lehet, de ugye kevésbé. Bár végül is abból is lehet, de teljesen mindegy, tehát fölösleges ezt itt most 1-2 százalékra rákcsálni. Lényeg az, hogy teljesen standard berakod, ő is jó volt az UTG limpréz. Nyilván, ha emelsz, ugyanez a vége, de így jobb volt, mert teljesen jó volt a játék. Úgyhogy ennyi. Neked volt szerencséd, és pont. Na nézzük akkor a következő partit. Itt megint UTG-ben vagyunk. Ezzel a lappal érdemese emeldünk, vagy egyszerűen csak limp, hogy látod? Hát akár emelhetsz, de én jobban szeretem limpet, főleg UTG-ből. Jó, tehát mind a két opció. Én alapvetően azt vallom, hogy
hogy kevesebb szer emelni pozíción kívül, sőt, nem is nagyon szeretek. Úgyhogy főleg, ha van valami agresszív arc az asztalnál, akkor a pozícióból is csakkol, hiszen úgyse fognak dobálni nagyon a cébetekre, szóval úgy néz ki, hogy ez nem az a hely, ahol sok kasszát elviszel mutatás nélkül. Úgyhogy mivel így alkalmazkodni kell, ezért kevésbé emelnék, hát OTG-ből meg nagyon kevés lappal. Egyébként, ha mondjuk egy dáma lenne benne egy dáma, mondjuk király helyett, akkor nagyobb szívvel. Hát ugye én nem limpeltem, hanem most az emelést választottam. Nézzük, hogy mi történt. Egy 4B kassa alakult ki, és most igazából ugye első ránézésre mit tudunk elmondani erről a flopról, hogy hát valószínűleg, hogy eltalált bennünket, de első ránézésre most itt nagyobb az örömünk, mint kéne, vagy mégis hogy állunk? Hát szerintem azért eléggé elő, hogy egy ázbubi megvert. És van-e félnivalónk, ugye? Tehát most az ázbubira gondolok konkrétan. Hát ha van kint egy ázbubi, akkor azért még mindig van 9 autód, ami durván flop után egy 36%. Bár ugye ha átszűn, akkor eleve, akkor egy teljesen, tehát utána akkor a százalékot annyi. Szerintem ez itt nagyon elő vagy még. Nézzük, hogy akkor mi történt. Ugye check. Akkor itt azt gondolom a helyes lépés mindenképpen beteljünk. Igen. És hogy mekkora legyen a bet size? Mert a pot vagy? Hát közel pot. Közel. Pont azért, mert nem biztos, hogy elhiszik neked a bubit. Tehát itt szerintem egy király bubi ugyanúgy beteszi. Egy dáma bubi is vissza fog rád hívni, mert nem feltétlenül raknak a te kezedbe bubit, mi a preflop emeltél. Tehát inkább ugye... És akkor nyilván úgy emelünk, hogy itt akár esetlegesen egy check részt kapunk, vagy visszaemelést, akkor ezt nem dobjuk el. Én nem, semmiképpen sem szabad eldobni. Semmiképpen. Hát egy dáma bubi bubi flopon el tudnám dobni, de itt nem. Megtörtént a bet. És egy kort kaptunk a előttünk lévő játékostól. Nyilván pozícióban vagyunk, tehát korrekszint annyira félnivalónk nincs. Ez a hatos törkártya érkezett. Hát, jó. Igazából ez nem változtat sokat a helyzeten. Az emberünk csekkol. Mi tovább folytatjuk akkor az emelést. Igen, itt, hogyha megad, akkor és nem fullosodunk, akkor riveren nem hívnék. De mindenképpen ez a term betesz, ez továbbra is azt mondta, hogy jó. Persze, hát ez alap. Alap. Emberük szintén megadott, és ugye akkor itt, főleg, hogy az ász lejött, de ha nem ász jön, akkor is azt mondod, hogy mindenképpen igen. A check lesz a jó opció. Igen, hát ha itt hív, akkor el lehet dobni. Tehát hívásnál de. Biztos, hogy dobjunk? Mert... Biztos. Tehát full nélkül nem hív. Hát nem hiszem, tehát érted, végig csekkolgat, riveren hív, tehát nagyon gyanús lenne. És én itt mögé csekkelnék. Nem látom sok értelmét, tehát most egy oké, dáma bubiból szednék talán pénzt, de trükközött egy bubi kettővel, vagy lejött egy bubi hat neki, és aztán riveren megijedt az áztól. Vagy van egy ászbubia, ugye azt is azért simán elcsekkelheti. Esetleg egy címhúzója volt, akkor megint nem fizet. Úgyhogy összességében csak a dáma bubi, ami kifizet. Esetleg egy bubi 10 talán, de hát ez nagyon nagyon gyengúci. Úgyhogy én csekkelnék hát nincs értelme, és látjuk a lapját is. Igen, nem nagyon látok. Tehát nagyon nagyon szűk az a réteg, amivel kifizet, viszont nagyon széles az, amivel megver minket. Úgyhogy ezt, ha egy mérlegre rakjuk, akkor egyértelműen arra billen, hogy ne hívjunk. Én is csekkoltam végre, és ezt tudtam mutatni. Színhúzó. Színhúzó volt.
Igen, hát ez biztos, hogy eldobja Riverend, tehát fölösleges volt. Viszont kaptál róla egy információt, hogy Barazod Gordon király magas színnel jön, amit mindenképpen jegyzetelnék. Igen. Tehát azért ez nem egy rossz info, mondjuk ő az, akit nem akarunk kiblöppölni. És ugye ezekről beszélek, amikor azt mondom, hogy kevésbé emel és ne játszunk emelt partiba, illetve ne dúzzasszuk preflop, mert ők ugyanúgy, tehát ő nem dob C-betre, érted? Most hiába van egy ilyen flop, és te eljátszol bármit, mert nem hajítja el a király magas szint, úgyhogy három szín van nála, és párosodott a bord. Tehát ezek ellen ugyanúgy bekerül flopon, és egy check-raise-zel ugyanott vagy, mintha flop előtt emelnél, és utána C-betelnél. Csak kevesebb pénzig a flop nézésekkel. Jó, akkor nézzük a következő partit. No, itt szintén UTG leszünk. Ez egy érdekes kéz, erről mi a vélemény? Ezzel érdemes egyáltalán beszállunk a játékba. Ha beszállunk, akkor szintén limp rész. Mi a vélemény? Hát ha jól látom, a kisfak az elég laza, gomb szintén. Igen. Úgyhogy előzőekből kiindulva nem emelnék, de simán belefér egy call. Megtörtént a... Bár sokan nem szeretik ezeket a ásszínes kislapokat, de ezeken a gyenge asztalokon, ha eltalál a szín, akkor nagyon-nagyon csúnyán ki tudnak fizetni kisebb színekkel. Úgyhogy csak ezért szeretek limpelni velük, illetve játszani. Illetve a limpelés meg is történt, és erre buttonról a 75 per 37-es emberkétől kaptunk egy emelést. Egy call, még egy call, hát nyilvánvalóan onnan, akkor... Persze, hát nem maradunk ki a partiból. És akkor négyen nézünk floppot. És kaptunk egy... Nagyon jó floppot. Egy ilyen floppot, igen, ami nyugodtan nevezhetjük kombós flopnak. Nézzük először, hogy mi történt. Check. Check. Ugye az eredeti emelő mögöttünk van. Mi először felvettük bennem, hogy érdemes-e itt check részre berendezkedni. Igen, hát pont erre gondoltam, hogy check rész kellene. Mert bár nem lenne rossz belehívni se, de még inkább tehát jobban tetszene egy check rész. Hiszen simán tudsz vele dobatni, és akkor már egy elég szép kasszát kivittél. Ha pedig megadja, akkor még mindig ott van 3 millió autód, és valószínűleg heads-up-ban maradtok. Ha pedig hívsz, akkor nem biztos, hogy ha mondjuk lejön egy 8-as, akkor jó vagy. Tehát a sorodnak az egyik fele, mondjuk egy 3 vagy 4 részvős spotba, nem biztos, hogy elég. Úgyhogy így sokkal jobbnak tartom a check részt. Nézzük. Ugye én is valószínűleg, hogy check részre rendezkedtem be, és érkezik a... Igen, meg eléggé valószínű, hogy ő hívni fog. Tehát statisztikai alapján nem egy olyan játékos, aki itt csekkelni fog. Igen, 52%-ban hívja. 52%-ban C-bet el floppom. Meg hát... Hát 75 per 37-es már igen, ebből lehet elárult. Következtetni arra, igen. Hogy itt nagy valószínűséggel emelni fog. Előttünk lévő két emberek eldobta, tehát igazából ez még inkább alátámasztja nekünk, hogy heads up adjuk az emberre, és mehet a check raise. Igen. No, nézzük. Megtörtént. Emberünk. Betoltam, mi is betoljuk. Hát itt már ugye szituáció, igen, és akkor nézzük, hogy kör 10. És hát ugye klasszikus szituáció volt, mert floppon top. Igen, hát flopnátta volt, de ettől függetlenül még volt rengeteg autód. És nyilván egy preflop emelés után nem törvényszerű, hogy nála
topsetnek kell lennie. Ez most megvolt, de gyakorlatilag, ha egy királypár vagy ászpárja van, vagy bármi, tehát egy dáma X, neki el kell dobnia. Hát nyilván ezt nem fogja eldobni, de ettől függetlenül az esetek többségében itt dobásra kényszerül. De hát még így is, hogy a legrosszabb lap volt nála, még így is rengeteg autód volt. Ugye összes 8-as, összes 3-as, valamint az összes szín, az mind-mind-mind neked volt jó. Itt vannak a százalékok, azt mondja, hogy a floppon is volt majdnem 40%-unk, 38% és törzsön is 28%-unk volt. Igen, hát ez így, hogy topsetje volt, igen. Persze, és hát ugye beleveszük azt is, hogy van fold equity, akkor mert azért hatalmas szerintem a fold equity, úgyhogy hosszú távon ez a játék mindenképpen nyereséges lesz. Tehát floppok közel-közel, akkor flippet játszottunk a topsettel. Mondhatjuk így. Igen. Hát picit keves, gyengébb, de igen, majdnem flip. Jól van, akkor jöjjön a következő. Tehát ugye, ha beleveszed azt, hogy hányszor fog dobni, akkor ez százalékban bőven flip-ölt leszel. Tehát mindenképpen plusz szervés a történet. Igen, 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 igen. Jól van, nézzük akkor a következő. Következő hendünket. Ez egy ászpáros hend lesz. És szintén UTG-be vagyunk. Ez igazából egy sima ászpár. Ezzel gondolom esetleg ezzel emelni annyira nem. Nem, ez egy sima limp. UTG limp. Sima limp call, hogyha esetleg valami ilyesmi van. Tehát ez annyira üres ez az ászpár, hogy gyakorlatilag nincs értelme. Nincs értelme. Hát én most itt nem limpeltem, hanem emeltem vele. De gondolom az első nagy hiba. Hát hibának gondolom, tehát hiába ászpár, elég üres. Tehát ez az a bubi magas szín semmi. A négyes nem igazán kapcsolódik a bubihoz, ászhoz se nagyon, tehát most oké, 2-3-5 floppon, de az se az igazi. Tehát úgy igazából nem nincsenek nagyon kapcsolódások, van egy üres ászpárunk, és pont. Tehát nincs értelme itt az emeget. Igen, tehát inkább egy több résztvevő spotba vennék részt vele, és ugyanúgy, ahogy egy királypára, vagy dámpára, vagy bújpára várnám a szettet. Tehát most egy feszes asztalon nyilván teljesen más játék lenne, de ahol ilyen csupa zöld, meg 78 per X emberek ülnek, tehát teljesen feleslegesnek tartom. Ráadásul van két ember mögött, aki megadhatja, mindkettő elég az a, és ott leszünk pozíción kívül. Nézzük akkor, hogy mi történt. Egy call, még egy call. És maradunk hárman. Igen, szóval így hárman, érted, hogyha nem jön az ász, akkor gyakorlatilag feladhatod a partit. Na most ugye jött az ászunk is, és hát, igen. Mondhatjuk, hogy ideális flopot kaptuk, mert a búj magas flush húzunk is ezért erősíti a lapunkat. Hát nyilván akkor itt egyértelmű, hogy tolni kell a célbetet, gondolom ez persze, persze, a probléma, persze. Meg is történik. És a mögöttünk lévő útra az emberke tartja. Mit tudunk az ő kezébe adni, vagy milyen? Nem tudom, ez rengeteg nem, minden. Bármilyen flush húzóval. Igen, bármilyen flush húzó, akár lehet nála sorhúzó. Sorhúzóval. Gondolok itt ilyen király bubi 10-re, vagy ilyesmire. Luxort azért nem nagyon, de mondjuk egy luxort színhúzóval az is beleférne. Vagy csak úgy gondolja, hogy megadja, aztán lehet, hogy le fog játszani. Érkezik. Bár ez mondjuk erős lenne egy 78 per 16-tól. Mármint, hogy erős gondolat lenne. Hát itt nyilván szúrnám neki tovább elég nagyot. Nyilván megy, hogy ez a törn kártya, ez nekünk kedvező kártya. Megtörténik a törncébet is.
emberünk kitartóan jön utánunk, és akkor igazából a River kártya egy pikubi. Hát itt csekkolóznék. Tehát itt akár mennyit becsekkolunk, ugye meg is történt, itt most... Igen, ugye itt egy besült flush húzóval blöffölhet, ha kész van a sora, akkor teljesen mindegy, mert ha C-bet, tehát hívsz, nem C-bet, bocsánat, tehát ha hívsz riveren, és visszahív, eldobod, akkor ugyanott vagy, tehát mintha csak megadnád az ő hívását, és mégis látjuk lapját. Ha betalált neki a király 10, akkor kénytelen vagy kifizetni, de itt a besült flush húzóval, illetve sorhúzóval, ha mondjuk másfajta sorhúzója volt, akkor szintén blöppölhet, tehát abból megértéket nyerhetünk. Úgyhogy csekkolóznék mindenképp. Meg jó, hát ha megblöppölhetjük az ellenfelünket. Hát igen, egy gyengébb lappal most, ha meg ver minket, akkor meg teljesen mindegy. Tehát ugyanúgy ennyit hívnál, körülbelül te is. Úgyhogy ugyanez lenne a vége. Mármint ha mínuszos. Csak benne hagyjuk azt, hogy mondjuk egy besült húzóval nem fog megadni. Így meghívhat. Meg akkor magyarul ugye besült dró sokkal többször lesz nála, mint a tízes király. Hát nyilván, igen. Nyilván. Meg hát, de tök, tehát az a lényeg, hogyha mondjuk tegyük fel, 5-ből 3-szor lesz nála 10 király, akkor, tehát, illetve tök mindegy, hogy hányszor, mert ha te hívsz, akkor te mindig ki fogod fizetni a király 10-et. És most is kifizeted neki mindig a király 10-et, viszont, ha nem hívsz, akkor benne marad az az opció, hogy egy besült húzóval, vagy sorhúzóval ő hívjon. Tehát te ugyanúgy, ugyanannyiszor fogod kifizetni a király 10-et, viszont ha hívsz, akkor elveszíted azt a lehetőséget, hogy ő blöppöljön a besült húzóval. Na most a besült húzóval, ha meg X-ből egyszer fog blöffölni, akkor már neked ez egy jó döntés lesz, hiszen ez úgymond egy idézőjelbe értve egy talált pénz. És nem is kevés. Igen. Tehát attól függetlenül, hogy most van nála király 10 vagy nincs, ez teljesen mindegy abból a szempontból, hogy ő hív vagy te. Mert ugyanúgy ki lesz neki fizetve. Viszont ha te hívsz, akkor egyáltalán nem adod meg neki a lehetőséget, hogy blöffölj. Magyarul értéket hagysz a partiba. Érthető. Nézzük, hogy a bekoroztam, és... És gyakorlatilag most tök mindegy, hogy van nála király 10, hogy nincs tehát a játék felfogás szempontjából. Igen, értem. Hát a mutatás az meglepő lesz. Ezt sikerült mutatni az embernek, de végül... Nem meglepő, mert ugye nagy színhúzója volt, és tehát ő igazából beleblöffölt, és ennyi. Tehát pont amit mondtam, hogy ha hívsz, akkor ezt ugye eldobja. Nyilván egy kettes párral nem fog megadni, illetve nem fog visszahívni, hiszen nem is tudom mennyi. Valószínűleg nem hívott volna vissza, nem tudom, hogy mennyi pénz maradt előtted, meg tudjuk nézni. Egy pillanat. Ott 68, vagy mennyi? 68, igen. Igen, hát azért egy nagyon bátor döntés lett volna tőle, hogyha visszahív, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem teszi meg, úgyhogy eldobja a francba, és te megnyered ezt a 27 dolláros spotot, így meg még 20-at mellé rakott. Az ő részéről egyébként már floppon sima dobás? Nem, én flop színhúzat és flop szettet nagyon-nagyon ritkán dobok el. Nem gondolom, hogy rossz döntés. Hát inkább preflop játszani ezzel a lappal rossz döntés. Tehát ugye, ha nem játszik ezzel, akkor nem kell flopon megadnia. Ő ezért ment be. De ha már a flopot megnézte, akkor a flopon azt mondod, akkor, hogy... Hát ha már volt ilyen hülye, hogy megnézte, igen, akkor nyilván ott meg kell adnia. És egyébként, hogyha lejön a szín, akkor te kifizeted. Tehát egész biztos, hogy kifizeted, mert ezt nem dobta volna el senki törnön az kurva élet. És akkor törnön sem dobja el. Mondjuk jó, hogy nyilván all-in nem mész, de egy csekkolt azért végtolod, szerintem.
Bár most nem tudom, hogy pontosan mekkora lett volna a turn hívása, a river hívása, de hát ezt nagyon-nagyon nehéz lett volna eldobni. Talán riveren el lehet, de Hát hát nem nehezebb, tudom, nehezebb. tehát Tehát te... igen, ezt az adott szituáció dönteni el, meg hogy mennyit hív, hogy hív, tehát ez mind-mind ettől függött volna, de hát most abszolút nem állt fent ez a lehetőség. Ha lejön a szín egyébként riverre, akkor check call, ugyanez, és gyakorlatilag ugyanennyi kerül be. Itt abszolút mutatja, hogy a besült húzóval még megpróbálta, és hát ennyi, tehát úgymond ez neked egy talált pénz, tehát így a gondolatmenetem így tökéletes példája ez a szituáció. Na, és viszont ismét lejárt az időnk. Úgyhogy hát elég kevés hand fért bele, viszont nagyon izgalmasak voltak. Úgyhogy ennyi lett volna a hetedik részünk. Igen. Ugye emlékszem én is, hogy hetedik. Na hát akkor megköszönjük mindenkinek a hetedik rész végnézését. Én ismételten nagyon élveztem. És akkor a következő rész lesz az utolsó, a nyolcadik rész, és remélem abban is fogunk találkozni, és hasonló izgalmas partikban lesz részünk. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!